Jó reggelt kívánok, sziasztok, ez itt a reggel is kalapás, és létre egy gyors visszajelzést kérek. Látszódik-e a képernyőn? PPT első oldala, illetve a kockát nyilatkozott alul. Tegnap este volt egy hosszabb távú kereskedés webinárium, talán érdemes röviden átpörgetve, gyorsítva akár megnézni. És ma este 8 óra 4, 9 fél 9 környékén lesz egy rövidebb távú kereskedési webinárium, ezen kívül szombaton volt egy fél négykor, meghívott előadóval hosszatávú kilátásokról. Talán még vannak pár, akik nem látták, mindenképpen érdemes megnézni. És bárki bármilyen tőzsdei döntést hoz, mai napon sem hangzik el itt semmilyen befektetési tanács. És figyelmetekbe ajánlom a lenti kiírást, szerint a tőzsdézők 76% a pénzt veszít, ez volt és környezetben akár lehet 80% is. Tegnap egyébként egy érdekes napunk volt, az eurodollárt illetően, vagy akár az aranyat illetően, vagy akár az összes nemzetközi tőzsdeindexben jó kis mozgások voltak. Ezt olvassátok el figyelmesen, aki tőkártyával kereskedik, használja a stop loss-t. Minden egyes instrumentum, mindenféle lot méretet, egyéb dolgokat, stop loss elhelyezést, a potenciális veszteségeket, kockátokat, azok felmérését végezzétek el, mielőtt bármilyen broker cégnél éles kereskedésbe kezdtek. És az ilyen típusú belépők, amiket szoktunk itt nézegetni, mutogatni, elemezni a rövidebb távú csártokon, ezek hosszú távú csártokon is érvényesek lehetnek, és valamennyivel azért könnyebb hosszabb távon tőzsdézni, nem jár annyira nagy stresszel, de ettől függetlenül a tőzsdepszichológia rövid, közép és hosszú távon elvisz szerintem az egyik legfontosabb a technikai elemzés mellett, és bár hasonló, de vannak lényegi különbségek, amiket csak akkor tapasztal meg az ember, ha az demóban begyakorolja, illetve aki már gyakorolt és átélt egy-két dolgot élőben, éles pénzzel, ő nyilván tudja, hogy mi az, amikre figyelni kell, és ezeket a dolgokat próbáljuk meg itt nap, mint nap gyakorolni, befektetési tanácsok nélkül. Ezt az oldalt még olvassátok el, ugye a tőkeáttétes kereskedés az lehetőség és veszély is egyben, két élő kard. Én azt gondolom, hogy aki mondjuk részvényekkel kereskedik tőkeáttét nélkül, az is érhetette az elmúlt időszakban olyan hozamokat. Gondolok itt főleg a technológiai részvényekre, azt megelőzően más szektorokra is, amikkel az inflációt lehetett kompenzálni. És aki még esetleg a forint erősödése játszott az elmúlt fél évben, az is gondolom én, hogy jól járhatott. Meg még sok-sok más instrumentum volt itt és más helyeken, amiket nézegettek. Remélem, hogy ha találtok olyan belépőket, akkor akár demóban, akár élőben tudok gyakorolni, és akár profitot is elérhettek, de természetesen mindig lejjemben stop loss, mert a tőzsde kockátos. Azt hiszem, ezt túlmagyaráztam. Most pedig megosztom az MT4-es felületet. Gyors visszajelzés, látjátok be a csártot. Alul ki van-e írva, amit ki szoktam írni. Ez itt a Nasdaq csártya. Itt most nyitok egy-egy lotos pozíciót. Gyere, elmondom az okát, de ez nem követendő példa. Voltaképpen a Nasdaq elindult fölfele, és egy kitörés visszatesztet látunk, ami per pillanat éppen itt egy korrekció van, de ha ezt átvisszük, ezt a vonalkát, akkor akár följebb is jöhetünk. És ezt megelőzően volt egy dupla top. Este ennél azért bővebben fogunk beszélgetni a rövid távú belépőkről. Nézzük meg, hogy mi történt a Nasdaqon a tegnapi napon. Nagyon jó mozgások voltak egyébként. És mutatom, hogy reggel óta mi is történt. Ezeket majd mindjárt ráhúzzuk, vagy magasabb időségben is megmutatom. Első körben volt egy fals letörés alul, vagy ez lehet egy dupla alj azon belül, vagy pedig lehet egy fordított válfejvál. Ez a kis rész benne a dupla alj. És ebből a fordított válfejválból, vagy ha úgy tetszik,
eső trendvonal töréséből, mutatom, hoppá, arrébb húztam a stopot, mindegy. Egy ferde vonaltörés, nyakvonaltörés, falsletöréses dupla haj, fordított válfejvel, ez mind-mind megadta azt, hogy itt longot kellett volna nyitni. Ma egy banki beszédek lesznek, olvassátok el, amit az egyik részről bemásolt, és mindenképpen figyelendő az eurodollárt, illetően, hogy akár ennek kapcsán nézegethetni lehet a fontot, illetve ilyen párokat. Azt gondolom, hogy izgalmas napunk lesz ma is. Egyébként ezt megelőzendő, itt a fordult fejvált megelőzendő, itt volt még egy dupla, ami egy tök jó belépő lett volna. Aztán elindult egy ideig egy ilyen kis optimista hangulat, és látjátok, hogy beúsztam egy emelkedő trendvonalt. Aki úgy döntött, hogy daytraderként részzárásra követem az emelkedő trendvonal törésénél sem ad el, hanem végig itt tartja a stopját lent, lehet, hogy egy darabig jól járt, de az ilyen pozíciókból ki szokott rázni általában a piac. Nézzük meg, hogy ez a trendvonal törés most hozott-e kirázást, vagy nem. Nem biztos. De ha megnézzük, lekicsinyítve, akkor abból jobban kiderül. Pillanat. Látható, hogy abból a fordított felfejvából jött egy csodálatos emelkedés. Ezt követően itt tartunk, itt kialakult egy válfejvál, picikét furcsa, ez a tőzsdenyítás környékén. Mindjárt oda tekerem. Ezért is szeretek mostanában az dakot nézegetni, mert zajlik rajta az élet elég szépen. És ha a fejet a jobb oldali vállal, picikét torz az alakzat, összekötitek, akkor bizony-bizony, ha ez elmarad, akkor utána megnézhetjük a fejtetőt, vagy akár mehetünk sokkal-sokkal följebb is. Kérdés a következő, hogy magasabb idősikon látszódott, de itt láthatod, hogy picikét megközelítjük, vagy rászúrunk a nyakvonalnak, és ez az összekötő vonal, ami után a fejtető környékére eljöhetünk, vagy akár még feljebb mehetünk. Minél nagyobb az alakzat, annál nagyobb lehet akár a meghiúsulásának a mértéke is. Ez látható a chartokon, tehát itt a daytraderek akár elég komoly összeget is eltehettek zsebre. Persze ilyenkor az a kérdés, ki meddig meri tartani a pozíciót. Látjátok, az ellenállások, cigárok, ferdavonak nagyjából teljesülgettek. És ezt követően pedig az esti órákban akár lehetett profitot is realizálni. Aki a kitörési szinthez behúzza egy vonalat, ennek a törésénél lehet akár profitot realizálni, hogy éjszaka ne izguljatok, de aki meghagyta a mai napra, és esetleg lent maradt a stopja, az se biztos, hogy rossz ötlet, meglátjuk, hogyan tovább. Egy biztos, ez a felde van a törés, egy például tök jó short belépő lett volna, így utólag, és megnézzük, hogy ha ezt esetleg átviszi a chart, akkor abból mi lesz. Át is vitte, hajnalban, nyilván ilyenkor legtöbb ember alszik, de itt volt egy picike sortzárási, részzárási dolog, vagy pedig, aki merész volt, az longot nyitott, de az még lehet, hogy korai. Nem sokára nyitnak az európai piacok. Az a kérdés, hogy ez a dupla top, amit itt berajzoltam, ez vajon elmarad-e, vagy nem. Ha esetleg elmaradna, akkor a nyakvonalat követően feljöhetnénk ide, ellenkező esetben ez a pozíció kisztoppolódik. Nézzük a magasabb idősíkokat, és azt én most ráhúzom az aranycsártyára, de mielőtt ezt megtenném, gyorsan megnézzük az arany, ami a helyzet. Én mondtam, hogy az arany csordog el lefele, ezt talán több napon keresztül is nézegettük, hogy amíg a vonalka alatt vagyunk, addig a long pozíciók felvétele kockátos, ha csak ki nem alakul egy dupla alj itt, de per pillanat az arany nem long piac.
akinek van, az mindenképpen gondolkozzon el rajta, hogy meddig tartja. M1-es csárton a tegnapi napon mutatok egy-két belépőt, ami szerintem akár jó short belépő lett volna az aranynál. Régebben ugye voltak magasabb szintekről. Ha valaki egy emelkedő trend van a törésénél nyit shortot, egy pár pontnyi shortja, vagyis profitja van, de arra kell vigyázni, hogy ilyenkor ugye ide kell tenni a stopot, az a day tradereknek szól, és könnyen meg lehet, hogy kiütik. Ezért kérdés az, hogy újra bemere lépni a pozícióba, vagy nem. Itt alapvetően nagyon jellemző a kirázás, tehát a két shortol, és nem zár részeket, könnyen meg lehet, hogy itt kiütik a pozíciójába, de látható, hogy mindkét belépő valamennyit hozhatott a konyhára, rövid távú skalpokról, daytradingról beszélgetünk. De nem azt mondtam, hogy az aranyat shortolni kell, de nem volt annyira rossz dolog, aki shortolta. És azt hozzátenném, hogy az aranyat általában rosszul látom, tehát ez semmiképpen nem minősül meg semmi sem befektetés tanácsnak. Tehát most kivételesen egy jó meglátás volt, hogy shortokat kellett volna keresni. Dupla top, pár pontnyi mozgás lefele. Aztán egyszer csak mély furcsa, longosoknak is kedvezett a piac, egy fordított válfej vállal, ami egy fals letörés, megindultunk fölfele. És eljöttünk a szintekig, ami után itt volt egy short kirázás, ha csak nem a kanóc föltettétek a stoppot, itt volt megint egy short lehetőség, és ez egy nagyon nagy méretű alakzat, így nagyban nézve is. Látható, hogy elég szépen jöttünk lefele. Egyébként, aki az elmaradó válfejvállakat szereti trédelni, a fejet a vállal összekötöd, és itt belépsz egy shortba a trendvonal törésénél, és ide teszed a stoppodat, a szint és a kanóc fölé egy-két spreadnyivel, akkor ebből azért lehetett volna kaszálni egy elég szépet, de itt gondolom idegeskedtél volna. De aki újra belépett van a dobhatóba, az akár jól jár. Tehát az aranyod egy shortos piac volt tegnap, kíváncsian várjuk a folytatást, megnézzük a magasabb idősíkokat, nem akarok az aranyjal sokat időzni. Ott is van M5-ön dupla top, látjátok. Itt is van egy dupla vagy tripla csúcs. Megnézzük az M15-öt, dupla csúcs, dupla csúcs. Kérdés, hogy itt kirázták-e azt, aki oda hozzájövődte a stopját. Pals kitörés. Azt gondolom, hogy jó sok belépőt láthattunk short irányba. Akinek ez esetleg válfej vál, vagy ez a picike egy dupla top, az is jól járhatott. Kérdés, ahogyan tovább. Akiknek longjuk van, szorítsanak, hogy nehogy elesen 1909 környéki támasz, és nehogy bemenjünk 1900 alá, illetve ezen a trendvonal alatt, amíg vagyunk, addig még nem beszélhetünk trendfordulóról. De persze a mai napon is lehetnek long vagy akár short irányba belépők. Pillanatra rápillantottam a Bitcoin és társai árfolyamára, 30.000 környéki szinten vagyunk, egyőre nincs probléma. És ha már az arany shortos, akkor bizony-bizony a Brent is shortos volt, ugye nagyon régóta tart az első trend. Aki most ezt napon belül úgy akarta, hogy mondjuk vagy párnapos pozíciókat fölvéve megsortolni, hogy itt van egy dupla top például, az jól járt, egy M15-ös csárt, M5, itt van a dupla top, látjátok. Vagy ha ez egy fordított válfej vál, első trendben, ha a fejtetőt összekötitek, jobb oldali vállal, itt van egy belépő. Aki viszont a longot kereste, beszéljünk a longról is, az csak az én vágyálmam, hogy essen az olaj. Nem azért, mert pozíció vagyok, itt látott egy jó belépőt, a kérdés az az, hogy ezen az M5-ös idősíkon ezt a vonalat átlépjük-e, vagy nem. Aki emegyen akart olajjal foglalkozni, tegnapi napon, nézzünk egy délelőtti időpontot, ezt itt úgy hívhatják akár kreatívak kedvéért, vagy válfejvel, ő itt egy dupla top, vagy egy nagyon furcsa dupla ajnak a két aját összekötő vonal törése. Itt is van egy fordított válfejvel próba, ami elmarad,
ha a fejet összekötitek a jobb vállal, akár itt is van egy sor belépő, ami nagyon rá lehet fogni, akkor lehet dupla topp is később. Kísérlet a fordulatra, fordított válfejvál longosok kedvéért, ami azért örökké nem marad el, mert mindig vannak vissza korrekciók, visszatesztek, stb. Vastletörés a fejrész, egy ferdevonalat még itt átvitt, és kérdés, hogy elmentünk-e a másik ferdevonalig, vagy nem, vagy legalább visszateszteltük a letörés szintet, vagy nem, vagy csak ide jöttünk föl. Látható, hogy elvileg a föntebbieket első körben nem sikerült elérni. Viszont ezen rendben a törése ismét egy jó sor belépő. És látható, hogy dupla top. Ezek a dolgok itt működgettek. Ez meg már az éjszaka, hajnal, stb. Gyors kitekintő az euró-dollárra. Tegnap nyitottam egy pozíciót, az nem túl sikeres egyelőre, többet is, de ugye zárva vettem is. Kérdés, hogy ebből váltfejvál lesz, vagy meglátogatjuk a korábbi csúcsot, vagy esetleg eljövünk ezekig a szintekig. Ez egy H4-es időség. Én még optimista vagyok az euró-dollárral, hogyha ez fals letörés az emelkedő trendvonal alatt, bár nem biztos, hogy az lesz, akkor mehetünk fölfele. Ha viszont elesne a stoppon, vagy ez a szint, akkor közelíthetjük a fehér vagy a piros vonalakat. Ha ma lesznek egy banki beszédek, akkor valószínű, hogy azért lesz itt mozgás szintén. Megnézzük az M1-et. Picike pozíció van, amiből az euró-dollár, ezt meghagyom. Akinek szimpatikus volt ez a fordított válfejvál, az itt nyert. Nyerhetett akár. Aztán, aki úgy gondolta, hogy a counter trend vonal törése és az esetleges elmaradó dupla top, mutatom, ez egy ilyen nagyobb méretű furcsa dupla top, nyakvonala alatti fals letörés, az a kis dupla V, dupla A, az egy jó belépő, az akár jól is járhatott, és daytraderként, amíg ezen vonal fölött vagyunk, részzárások, egy bizony ebből ez lett, sőt, még ezt a szintet is elértük, mert nem tudom, milyen szint. Látható, hogy nagy gond ebből nem volt. Itt viszont ez a vonalka megtört, és ezután egy pár pipes korrekciót láthatunk valószínűleg lefele. Ezért jó vonalkázni. És ha már vonalkázunk, akkor ide is húzok két pontot összekötő vonalkát, nézzük meg, hogy működik-e a belépő, vagy nem. Ha ez fordított válfejvál, akkor az jó is lehet, de még azért nagyon reggel van. Oké. Nézzünk olyat, hogy Dow Jones. Ma esti webinárium az lehet, hogy 8.15-kor kezdődik, vagy picit hamarabb, de 8.30-ra van per pillanat kiírva. Dow Jones, hát a mi mai pozíció, arról ugye lecsúsztunk, 5 óra akárhánykor, ami 4 óra akárhánynak felel meg. De ha visszatekerem a tegnapi napot, ott is azért látható, amiről szoktunk beszélni, mi szeretnénk olcsóban vásárolni, és szeretjük, hogyha csordogálnak közben. Dupla topnál a kis ortolt kiütötték, fals kitörés, újra be kellett lépni, ugye kirázós piac, és nemtől kezdve jött egy korrekció lefele. Aki day trader, olyan skalpereknél nyilván rég kiszálltak, a day traderek azok azt csinálhatják, akár az utolsó letörési szinttől indítanak egy laposabb trendvonalat, kb. Így, és amíg alatta vagyunk, addig részzárogatnak, és amikor ezt itt átviszi, akkor van egy fölfele kör. Egyébként ezt megelőzte egy skalposabbnak szóló dupla aj, picit furcsa, ahol az eleje, közepe, és itt a belépési pont, ez a jobboldali alja, egyébként egy picike fals letörés. Itt részzárás, stb. Úgyhogy az a kérdés, hogy ezt a pozíciót ki meddig merte bent hagyni. A legbátrabban gondolom ezt a trendvonalat nézegették. És ez egy gyönyörű szép trendvonal. A visszatérési pont, ahol a picike fals kitörés kialakult, onnan egy jó laposat kell húzni.
nem mindig működik, de most itt működött, és ennek a törése volt az a pont, ahol le kellett volna zárni a pozíciót, mert lehet, hogy innen indul egy eső trend, de ez nem biztos, de itt már este van, tőzsdezárás környéke, úgyhogy itt már illik ki szállni a pozícióból. Sőt, is egy ilyen kis lecsorgó korrekciós mozgás, a többit meg már ismeritek. Magasabb idősík, ez nagyon zászló gyanús, de hát ez nem biztos, hogy így lesz. És akkor azt csinálhatjuk itt. Ezen nagyon hosszú távú trélek vannak a tegnapi webinárunk kedvéért, de még azt mondom, hogy ne legyen ebből nagyon nagy gond, mert nem hiszem, hogy lesz. Lezárunk itt egy 0-10-est a hosszú távú pozícióból, és megnézzük, hogy hol kötöttük. Hát ez egy olyan dupla alja, aminek ez a második alja, ez az idősíkon picit furcsa, hogy egy szintközelítést nevezzük így. Ha ezt megnézzük H1-en, akkor látható, hogy a támaszok néha működnek. Persze, amikor elesnek, akkor elesnek. Adjunk vissza az M1-re, mindjárt ránézünk a DAX-ra is, meg is indult a NASDAQ-unk szépen fölfele. Most azt csináljuk, hogy megbízás módosítása törlése, piaci végrehajtás, 0,7, zár, fantasztikus, nyertünk 4 dollárt, bukhatunk 2,5, tehát még többet kellett volna zárni, és megcéloztuk ennek az elmaradó duplatoknak, jött egyet nem mondok, potenciálisan ennek a duplatoknak a nyakvonalát, illetve tetejét, és valaki nálamnál gyorsabban skalpol, az már azt csinálta volna. Megint egy 0-10-es zárnál közelítjük az ellenállást. Gyorsan átlépek a másik számlába, mert ott nyitottam egyet, csak nem tudom melyikbe. És a swing trade-ekkel együtt az elmúlt egy-két nap teljesítménye tök jó volt. Megnézzük, melyik számla volt ez gyorsan. Az elgondolás hihetetlenül bejött. Ezen nincs semmi. De látható, hogy vannak pozíciók régebről, és akkor talán ezen van a 10.000-esen, vagy nem tudom hányan áll az most éppen. Gyönyörű szép tréd, látjátok, és akkor erre a helyzet kedvéért inkább ráteszünk egy csúszóstopot, megnézzük milyen, hogyha látunk egy kitörést fölfele. Este mindenképpen gyertek, egy 4,5 pontos csúszót fogok mutatni. Dupla top tetejéig eljöttünk, itt már a shortosok stopja veszélyben van, vagy kistopolódott, kérdéséből lesz-e kitörés fölfele, vagy nem. Egyébként itt kialakult egy dupla alj, hogy jó meglátás volt, ez emelkedő trend folytatódhat. Ilyenekkel lehetne mahinálni a mai napon. Nézzük, hogy itt mi történt. Figyeljük, hogy lesz-e kitörés, vagy nem. Ha fals kitörés, akkor itt még nem volt ma csak egy pozíció nyitva, nem nagyon foglalkoztam most ezzel. Ha ez csak egy kiszúrás volt, akkor ugye ennek a dupla topnak a stopjaért jött fel a piac, és akkor fals kitöréssel búcsúzunk az emelkedéstől. Este gyertek minél többen, holnap este is lesz valami, az nem tudom mikor, meg mi a címe, és az Attila féle webináriumot minél többen nézzétek meg szombati YouTube-on, hosszabb kilátások, vagy hosszabb távú kilátások, nem tudom, mi volt a címe. Gyönyörű szép emelkedést látunk, és akkor itt ebből lehet csinálni egy olyat, hogy megbízás módosítása és törlése, most a csúszó stop az deaktiválódni fog, 0-20-as zárunk. Látjátok, hogy a sárga innen eltűnt, és ilyenkor én azt fogom csinálni, hogy helytelen döntés, hogy visszahúzom a stoppot. De
igazából nem érdekel, hogy ezzel a pozícióval mi lesz. Ha viszont jól sejtem, ez itt éppen egy fals kitörés, és ha nem emelkedünk tovább, akkor ki fogják ütni a stopot, de hát ez ilyen. Nézzük az euró-dollárt, hogy jó, hogy áll zárásképpen. És akkor ebből van egy pár pozíciónk. Valami csupasz csártra kéne ezt ráhúznom, pillanat. Mondjuk erre. Végrehajtok törléseket. És mondjuk megnézzük az órásat, hogy is nézzünk ki. Ha ez kisztoppolódna, ezt lehet, hogy lejjebb húztam valamikor, mindegy, ez nem vészes. Van pár pozi. Ennek a negyedét kidobjuk. Nem biztos, hogy lesz ez egy 10, tehát azért jegyben dolgok vannak. És a 007-esből, aminek a stopja nullában van húzva, lezárunk egy 002-t. Így most már, ha ez élő pénz lenne, sajnos nem az, ha már lenne egy 15 euró profitunk, és ha esetleg ez kisztoppolódik, akkor abból visszabuknánk 9-et, többi az meg jelentéktelen, látjátok. És a meglévő pozícióknál, ha arra készülnénk, hogy most mi lesz, akkor azt is lehetne tenni, ez egy nullába húzott Nasdaq, följebb lehetne húzni a stopját, meg is teszem. Azt pedig úgy csináljuk, hogy kb. Ide felhúzom, a szint alá, visszamegyünk M1-re. Szerencsére ez itt jól alakult, ebből is lezárunk egy részletet. Megnézzük, hogy ezek a pozíciók meg lesznek-e az esti webináriumon, vagy nem. Ez kétlem, de lehet, hogy szerencsére összesen emelkedik fölfele. Így már ezen a picike demo számlán is. A mai napi meg az eltazott szintvédekkel van egy picike pénz, ami reggelire meg ebédre is elég lenne, csak sajnos demo. Viszont a másik számlán, amelyeken láttad, hogy a szintvédek nagyobb súlya szerepeltek, az a hosszabb előadáson volt mutogatva, az nem volt olyan rossz. Picike méretű demo számlát nyissatok picike tőke áttétellel. Ettől függetlenül, akinek professional számlája van bármelyik broker cégnél, az nagyobb tőke áttétel is foglalkozhat. És azt felépíteni nem túl sok korreláló termékkel együtt. Trédelve egy-két instrumentumon napi 2-3-4 tréddel, vagy egy-kettővel, vagy aki MDT-es kalapol hosszabb távú trédekkel, az nagyobb művészet, mint mondjuk egy 100-es demo számlán hatalmas lotokkal bóckodni, de sikerélményt ad, hogy mondjuk egy 500 vagy 1000 eurós számlát egy fél év alatt felépítetek, 5-10-15-20-30, vagy éppen 100%-os hozammal, tök mindegy, de higgyétek el azt, hogy ha arányosan növeljetek a lotokat, mint ahogy robotok szokták, akkor egy idő után pszichológiai összeomlotok. Ha valaki 0-10-zel jól tud kereskedni, vagy 0-20-zel, vagy 0-30-zel, az nem azt jelenti, hogy egy lottal, 10 lottal, 50 lottal jól fog kereskedni, mert ott más a matematika, más a félelem, más a mohóság. Ez tapasztalat, de ettől függetlenül mindenkinek más a pszichológiai behajtottsága. Az esti linket másoljátok be, mint elmondtam, lehet, hogy 8-15-kor kezdődik, picit korábban. Múltkor azért toltuk el, mert pár perccel talán belelógott Elder úr előadásába, viszont ma nincsen, de ahogy láttam a hírlevelet, nekem is jár néha, egy híres indikátor névadója. Nézzétek meg a honlapot, vagy a hírlevelet, vagy kitart előadást, vagy már tartott, nem tudom, nézzétek meg azt is. Este találkozunk, 8-15 környékén, és emlékeim szerint holnap este is találkozunk, illetve holnap reggel is, sőt, még pénteken reggel is. Aztán június. Követően meglátjuk, hogy júliusban milyen mozgások lesznek a csártokon.
Én továbbra is optimista vagyok, de ha pessimistának kell lenni, akkor megpróbáljuk észrevenni azt a fordulatot is. Reméljük ez nem mostanában jön el. És mikor lesz? Ambrustól kérdezem. Még gyorsan másolok a többieknek. Egyelőre elnémítom magam. Este 8 után x perccel találkozunk. Holnapon gondolom megtaláljátok, hogy a hírlevélben. Érdemes egyébként a külföldi előadóknak az előadásait is nézni. És aki nem tud angolul, szerintem az is nézheti, ugyanis pár dolgot azért el lehet csípni, ha más nem a rajzokból, képekből, stb. Stb. Úgyhogy ha már van a sok-sok előadó, sok-sok különböző ország honlapján itt Admirálon belül, külsős előadók, akkor gondolom én, hogy a tőzsdézés tanulása az egy jó lehetőség ez. Plusz van rengeteg szakkönyv, rengeteg más forrás, más webináriumok. Mindenki találja meg az ő időségét, kedvenc termékét, kedvenc stratégiáját, technikáját. De a Szent Grált ne keressétek, hanem apránként, apró lépésekkel lehet tanulgatni a befektetések világát, és aki mondjuk nem akar ezzel szórakozni, hanem csak azt szeretné, hogy 1-2-3-4 havonta vagy nagyobb tőzsdei eséseknél a legnagyobb amerikai, vagy éppen német, vagy magyar, vagy bármilyen blue chipekből összerak egy portfóliót, és néha megvesz egy nagyobb esést, vagy 2-3 havonta leátlagolva a pozícióit, mindenből pár tízezer forintért, vagy 1-200 ezer forintért vásárolgat, és használ stop loss-t. Elvileg a tőzsde hosszú távon fölfele megy, ha nem szalad bele pont egy krakva, biztosítok nélkül termékeknél, akármilyen, vagy befalapoknál, ETF-eknél, akármilyen tőzsde krakkot túl lehetett élni. Egy részvényekkel azért van kockázat, mert ha valaki mondjuk a Covid idején vett Modernát a csúcsán, vagy éppen tech szektorból olyan részvénybe ugrott be, ami a nagy esés követően lent maradt. De lehet ez hagyományoság, azat is most hadd ne soroljak cégeket, amik nagyot estek. Lehetett itt azért bukni, de ha valaki több lábon áll, magasabb készpénz hányadó, esetleg kötvényekkel, állampapírokkal is foglalkozik. Néha ilyen, néha olyan instrumentumokkal azért nem lehetetlen esemény megverni az inflációt. És most már szerencsére egy pár boltba is, hogyha bementem, mert találkoztam értelmesebb tej, meg joghurt, meg egyéb árakkal. Meglátjuk, mi lesz ebből az egész gazdasági helyzetből. Reméljük, hogy előbb-utóbb közösen megtanulunk tőzsdézni. Remélem, még én is. Sziasztok!